képen látható kislány nem készült olimpikonnak. Én nem az voltam, aki már tudta, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, vagy egyáltalán olimpikon, vagy orvos, vagy mérnök, hanem én egy kis hitű, de annál akaratosabb kislány voltam, aki utálta veszíteni. És mint tudjuk, sikerek, nincsenek küzdelmek, veszítés és áldozatok árán. Mi már gyerekként meghoztuk ezeket az áldozatokat, mert ennyi idősen szerintem nem mi hozzuk, hanem a környezetünkben élők, valamint a családunk és a szüleink. Már 6 évesen állandóan edzésre jártunk, edzésre, versenyről versenyre. Az egész nyarunk az abból állt, hogy edzőtáboroztunk, sőt, még nyáron is, amikor elmentünk a szüleinkkel nyaralni, akkor is az volt, hogy eldönthettük, hogy vagy reggel edzünk, vagy délután. És mégis megvolt a döntési lehetőségünk. Ugye a sikerek, amik már akkor megvoltak, már ennyi idősen, akkor azt éreztem, hogy nyilván ezek tök jók, hogy jönnek, de ezeket nem éled meg. Vagy én olyan típus voltam, ez lehet az élsport miatt, hogy újabb és újabb célokat tűztem ki. És bennem nem volt az, hogy megálltam volna egy pillanatra, és azt mondom, hogy Laura, ügyes vagy, és megbregettem a saját vállamat, és azt mondom, hogy most büszke vagyok magamra. Nem, én a mai napig is azt érzem, hogy nem vagyok büszke azokra a dolgokra, amiket elértem, mert csak azt látom, hogy még mi van előttem, és még mennyi mindent el tudnék érni. Ezek az áldozatok, amikről beszéltem, ezt mi meghoztuk, és 15 évesen én lekerültem Pécsre. Ami nem áldozat, mert hogyha olyanra áldozol, amit szeretsz és élvezel, akkor azt nem éled meg kudarcként. És lejöttem azért, mert itt olyan lehetőség volt arra, hogy én akár olimpikon lehessek. De még akkor is én nem hittem abban, hogy én bármikor kijuthatok. Én, ez a szőke kis frufrus kislány, az érdi Batthyány általános iskolából, hogy én legyek az, aki a Riói olimpián Magyarországot képviselheti. Addig a pontig, ameddig az edzőm fogott egy papírt, leültetett edzés előtt, és mondta, hogy Laura, most erre a papírra írd le azokat a dolgokat, amiket el szeretnél érni. Legyen ez magánéleti, legyen ez a tollasban, tollas hiszem mindenképp szerepeljen rajta. De hogy, és egy dolog nem volt rajta. Az érettségét elkezdve azt, hogy meg akarok tanulni főzni, amit a mai napig nem tudok főzni, de az is, tehát bármi, és azt éreztem, hogy nem merem leírni azt, hogy olimpia. Pedig nem olyan hosszú szó. És azt éreztem, hogy nem megy. Mert ez a kisítő kislány, az még ugyanúgy bennem volt. Viszont ahogy leírtam, rájöttem arra, hogy elkezdtem hinni benne. Elkezdtem azt, hogy kirajzolódott a cél. És azt érzem, hogy ez a cél, ez nagyon is megvolt. Viszont az nem volt meg, az én. Hogy én hogy fogom ezt kezelni, én hogy fogom ezt a stressz helyzetet kezelni, ami egy év. Az olimpiai kvalifikációnálunk az egy éves. 365 napod van arra, hogy bebizonyítsd azt, hogy amiért te dolgoztál 26 évig, abban az esetben ugye 22 évig, hogy te ki tudsz jutni, te ezt meg tudod csinálni. Ami néha soknak tűnt, néha kevésnek, viszont azt éreztem, hogy állandóan ez van bennem. Az, hogy az olimpia. Ezzel kelek, ezzel fekszek. És feküdni, hát nem minden alkalommal aludtam, mert kialakult egy alvászavar, ami másfél-két évig velem volt, és volt, hogy 3-4 órákat aludtam, vagy volt olyan, hogy egy verseny közben hajnali 5-ig virrasztottam azért, mert mi lesz, hogyha én holnap nyerni fogok, mi lesz, ha veszíteni fogok, mi lesz, hogyha ezen múlik az, hogy az álmomat megvalósíthassam. És ezek a sikerek, amikről beszéltem, azok jöttek, és jól sikerült, jól ment a kvalifikációs időszak, addig a pontig, ameddig annyira bestresszeltem magam, hogy olyan spirálba kerültem, hogy egyszerűen nem láttam mást. Csak azt, hogy én kijussak az olimpiára. Állandó sérüléseim voltak, műtöttek ebben az egy évben, az alvászavarom, ugye, amiről beszéltem, és valamint szakítottam az akkori egyesületemmel, és akiknek nagyon sokat köszönhetek, mai napig is azt érzem, hogyha ők nincsenek, és ők nem támogatnak akkor nem lennék az, aki vagyok. Viszont most 26 éves fejjel azt tudom, hogy mekkora különbség van a most, és az akkori 22 éves tapasztalatlan lány között, hogy azokat a döntéseket, amiket meghoztam, valószínűleg meghoznám most is, csak mondjuk lehet, hogy másként.
Miután eljöttem a csapatomtól, úgy volt, hogy egy másik szponzorom lesz, és képzeltek el, amikor azt érzed, hogy ennél rosszabb nem lehet, hogy tényleg állandóan sérült vagy, állandóan beteg vagy, nem alszol, nincs csapatod, nincs edződ, és 2 hónap múlva vége a kvalifikációs időszaknak, akkor az új szponzorom egyszer csak így elengedte a kezemet. Nem válaszolt az üzeneteimre, nem válaszolt a hívásaimra, és ott álltam, hogy így nem értettem, hogy miért. És a mai napig sem értem, és most már nem keresem nyilván, azóta se beszéltünk, és de rájöttem azt, hogy köszönettel tartozom neki is azért, mert ha ő nincs, akkor én nem az az ember lennék most, aki itt vagyok. Szóval ott maradtam a problémáimmal és a célommal. Ugye, ami nagyon fontos, hogy a célommal. És akkor jött az ominózus cipős történet, amit szerintem soha nem fogok lemosni magamról. Én vagyok Sáros Laura, a cipős lány. Azt is nehéz volt feldolgozni számomra, hogy én, mint teljesítményorientált sportoló, hogy nem azért ismernek el az emberek, mert én 60. vagyok a világranglistán, vagy azt, hogy napig 2-3 edzek, és közben egyet megcsinálok. Nem, hanem azért, mert odaadtam a cipőmet. És ez számomra, szerintem ez egy neveltetésből adódó. Szerintem itt a teremben mindenki odaadta volna. Szerintem csak az, hogy milyen szituációban voltunk. Mert tudom azt, hogy az élsport, ez egy kiélezett verseny, amiben csak az számít, hogy győzni kell, és a célodat elért, mint ami nálam is volt. Meg volt ez a meccs, ugye, ami azon múlott, hogy kijutok, vagy nem jutok ki. És ezt elveszítettem. 3. szett 21-19-re kikaptam. És nem azt éreztem, hogy úristen, most összedől a világ, és most mi lesz velem. Hanem azt éreztem, hogy megkönnyebbültem. Azt éreztem, hogy boldog vagyok. Sokkal boldogabb, mint az elmúlt időszakban. És felteszem a kérdést, hogy miért tehernek élem meg azt, ami az életem egyik legnagyobb álma és élménye lehet. És rájöttem arra, hogy azért, mert nem élveztem az utat. Elvesztem abban, hogy én miért is kezdtem. És elfelejtettem, hogy az a legfontosabb, hogy ahogy te oda eljutsz. És nem az, hogy amikor már ott vagy és azt élvezed. Az olimpia után külföldre költöztem Mexikóba, utána pedig Dániába. Azt éreztem, hogy 3 hónapig én az ütőt sem akarom látni. Azt, hogy én felkeljek 6-kor és a 7 órás edzésen ott legyek, arról meg hallani sem akartam. Tehát még talán, nem is tudom, sportolni sem akartam, mert az a küzdésvágy, az a versenyszellem, azt éreztem, hogy teljesen eltűnt belőlem. Belőlem, aki már általános iskolában majdnem összevezett a legjobb barátnővel, mert én akartam a legtöbb iskolakört futni, míg ő csak nem tudom, meg se akart izzadni. Vagy a családom már nem örömizik velem azért, mert tudják, hogy én azt is már akarom nyerni. És nem tudtam, hogy ez miért. Azt éreztem, hogy ez valaha vissza fog belém jönni. És nyilván visszajött azért, mert ez a 22-23 év azért nem veszik csak úgy el. És amikor egyszer hazajöttem külföldről, akkor egy véletlen szerencse folytán összetalálkoztam a mostani szponzorommal, támogatómmal, mondhatom a barátommal, aki lehetőséget adott nekem arra, amit nem tudtam elérni a riói olimpia előtt. Azt, hogy ő felismerte bennem azt, aki lehetnék. És ő megtanította nekem, hogy egy olyan csapattal dolgozhatok együtt, akivel én szeretnék, és akinek nem az számít, hogy te mondjuk 50. vagy a világranglistán, vagy 70. ami nyilván számít egy sportban, de hogy az számít, az én, az ember. Azt, hogy azt, amit csinálsz, a mindennapokat, azokat boldogan csináld. És hogyha ez megvan, akkor utána bármi lehet. És azt érzem, hogy én bennük, az edzőimben és a szponzoromban megtaláltam azt, akikkel együtt szeretnék dolgozni. És megtanították még azt nekem, hogy egy embert nem akkor kell támogatni, amikor jó. Mert nyilván az tök jó, hogyha támogatsz valaki olyat, aki sikeres, hát amögé mindenki be akar állni. Hanem akkor, amikor mondjuk december 28-án bokaszalag sérülésem van, és tudják, hogy nekem a célom az, hogy az európai játékok kijussak, és tudják, hogy milyen lelkiállapotban mentem arra az edzésre, magánéleti dolgok miatt, amiért megtörténhetett ez. És ők nem. Egy pillanatig nem mondtak semmit nekem, hanem azt mondták, átkeretezzük a dolgot, nem probléma, még meg lehet. Vagy nem is az, hanem akkor fókuszáljunk egy másik célra. És mert azt mondták nekem, hogy ha ezt, Laura, te szeretnéd, ha ez a te álmod, akkor ezt mi is akarjuk, ez a mi álmunk.
azt érzem, hogy ezzel a lehetőséggel megváltozott valami. Nem is az, hogy valami, hanem inkább valaki. És ez a valaki, ez én vagyok. Azt érzem, hogy kezelem magamat, ami higgyétek el, nagyon nehéz, és kezelem azokat a hullámvölgyeimet és hullámhegyeimet, amik vannak. És az edzőm azt mondta nekem pár hónappal ezelőtt, hogy Laura, nem probléma, ha nem mindig az a mosolygos, pozitív, pörgős lány vagy, hanem néha lehetsz negatív, és néha bekerülhetsz abba a hullámvölgybe. Csak az a lényeg, hogy oda teljesen a hullámvölgybe ne menj le, mert onnan sokkal nehezebb megmászni azt a hegyet. Valamint megtanította nekem azt, hogy azok, hogyha a sikeres vagy, vagy elérsz valamit, akkor azáltal elvárások is vannak. És ez lehet külső, lehet belső, és azt éreztem, hogy én képes voltam arra, hogy sokszor az alapján ítéltem meg magamat, hogy mások mit gondolhatnak rólam, vagy mit mondanak rólam. És ugye tartósan ezzel nem maradsz fent, meg tartósan ezzel nem lesz önbizalmad, hogyha őt jók mondanak rólad, hanem az a fontos, hogy te elhidd magadról. És apukám egy nagyon racionális ember, és ő azt mondta nekem, hogy Laura, hozz létre egy képzeletbeli dobozt, amikben azok az emberek vannak, beleteszed azokat az embereket képzeletben, akiknek számít a véleménye. És ezen kívül bárki bármit mond, ez nem fontos. Emellett, a racionalitás mellett apukám még egy nagyon fontos dolgot tanított. Nem is tanított, hanem segített nekem. Tudjátok, minden élsportónak van valami rituália. Nadalnak biztos, ezt mindenki tudja, amikor a szerv előtt beletúr a hajába, aztán a nadrágjába. Szerintem ez sok embernek megvan. Nekem egy kicsit más volt. Ez a levél, ami Ugandától Mexikóig nálam volt, mindig az utazótáskámban. Ezt apukám írta nekem 5 évvel ezelőtt, és minden egyes meccs előtt ezt elolvastam, mert azt éreztem, hogy amellett, hogy motivál és lenyugtat, amellett nagyon sokat segít nekem, és ebből szeretnék felolvasni egy részletet. Azzal akarom kezdeni a mondani valómat, hogy az olimpia fontos, de nem a legfontosabb. Sokan azt tekintik fontosnak, ami akkor és ott éppen jónak tűnik. Én azt szeretném, ha ez veled nem így lenne. Kívánom, hogy ez az akarat, ami mindig előrehajt, soha ne fulladjon ki. Az az erő, amivel rendelkezel, hihetetlenül nagy. Ne hagyd magad elkeseríteni, lesznek mindig nehéz pillanatok, de azok csak idéglenesek. Azon kívül szerintem hinni kell, hogy küldetésünk van, kinek kisebb, kinek nagyobb. Akkor lesz teljes a világ, amikor ezek a küldetések teljesülni fognak. Azt nem tudom, hogy mi az én küldetésem. Lehet, hogy ti tudjátok már, hogy nektek mi a ti küldetésetek. Én azt tudom, hogy köszönöm ezt az utat, az elmúlt 5 évet, amin keresztül mentem, azt a sok tapasztalatot, amit az élsport adott nekem, mert ez egy mindegy önfejlesztési folyamat volt, úgy érzem, és valamint azokat az emberi kapcsolatokat, amik vannak, mert szerintem ez egyik legfontosabb, és amit én külföldi életem során tapasztaltam, hogy mennyire tudok értékelni olyan apró pillanatokat, mint az, hogy a Frey kávézóban a legjobb barátnőm megiszunk egy kávét, vagy azt, hogy a 2 edzés között anyukámhoz, vagy a nagymamámhoz megyek, és zöldborsó főzeléket kérek, mert az a kedvencem, és ez mennyire jó, vagy az, hogy a legjobb barátomnak ott lehetek a szülnapján, és nem Skype-on keresztül, vagy Instagram képeken keresztül látom ezeket. És ezt nekem a külföldi lét, ezt nagyon megtanította. Valamint azt, hogy mindenki ugyanazt az utat járja. Mindenki szeretetre, boldogságra és sikerre vágyik. És mindenkinél eljön ez a hullámvölgy, amikor megkérdezed magadtól, hogy miért csinálom, hogyha nem szeretem? Vagy azt, hogy ez az én utam egyáltalán? És én döntöttem. Én úgy döntöttem, hogy az én célom megint az olimpia, csak most nem Rio, hanem Tokió. Csak az változott meg, hogy én ezt hogyan fogom elérni. És valamint az, hogy a sikereket azokat meg tudjam élni, a kudarcok ne viseljenek meg, és ugye ez egyedül nem megy.